Az ártatlanul meggyilkolt németekre és magyarokra emlékeztek a vajdasági verbászon. 1944-45-ben 1000 embert végeztek ki a partizánok, köztük asszonyokat és gyerekeket. Eddig még szervezetten megemlékezést nem tartottak a kisvárosban. 67 éve először gyűltek össze megemlékezésre a hozzátartozók. Hogy pontos legyek, a 668 legyilkolt verbászi németből 216 férfi, de 429 asszony, gyerek, 23 gyerek, ami egyszerűen az emberek az esze megáll, hogy 429 asszonyt és 23 gyereket legyilkoltak. A becslések szerint 350 magyar áldozata is volt a tragédiának. Ám a hozzátartozók máig félve beszélnek a kivégzésekről, pedig azt is tudják, kik voltak az elkövetők. Azért mi újjal nem mutattunk rájuk, meg nem akarunk semmit, mert azért mi családunk is még itt van, és nehogy véletlenül valami nézeteltérés legyen, mert mi csak magyar kisebbség vagyunk itten, és ők vannak többségben. A megemlékezés gyászszertartással kezdődött, a kivégzettek lelki üdvéért imádkoztak. Hodalatot adunk őseink előtt. Hodalatot minden elhunytnak, akit kivégeztek, és akik őt a megsírban nyugszanak. 67 évvel ezelőtt itt az áldozatokkal először gödröket ásadtak, majd belelőtték őket. Úgy tudni, 5 ilyen tömegsír van a temetőben. A temetőt Verbász község parkká akarja átalakítani. Többször kellett többeknek interveniálnunk, hogy az egész temetőt teljesen letakarítsák, anélkül, hogy bármi nyomot tudtunk volna hagyni ezen a helyen. Keresztállításhoz az emlékezők nem kaptak engedélyt, de ettől az elképzeléstől mégsem állnak el. Szeretnénk a délvidéki tömegsírokat megjelölni. Ebből körülbelül 60 darab tömegsír van, mert úgy gondoljuk, hogy bár fogy a magyar lakosság délvidéken, de jeleket kell hagyni magunk után is, meg kell jelölni a tömegsírokat. A megemlékezésre meghívták, ám nem ment el a tömegsírok feltárásával megbízott Szerb Köztársasági Bizottság titkára.